Sziasztok, Jóci vagyok, üdvözöllek a Gamer csatornámon. A 90-es években nagyon-nagyon sok remek játék született. A legjobbak listáját visszatudod nézni a régebbi videóimból. Viszont most a rejtett és elfeledett kincseket fogom nektek megmutatni. Imádtátok ennek a videósorozatnak az első részét, így nem is volt kérdés számomra, hogy jön a következő rész. Sajnos az MRE videó nem jött be. Remeg gyöngyszemeket kutattam fel ismét nektek. A legjobbakból szemezgettem. Ha tetszenek a videóim, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Egy ilyen pici csatornának, mint az enyém, nagyon sokat tud segíteni egy feliratkozással. Mutatom is a gyöngyszemeket. a korombéli gémerek felhúzzák a szemöldöküket, hogy mit keres a 90-es évek egyik legjobb játéka ebben a videóban. Az alanyunk nem más, mint a The Thief Dark Project. A középkorban járunk, főszereplőnk pedig egy tolvaj, akivel ha szemtől szembe kerülünk az ellenséggel, biztos, hogy tölthetjük vissza a mentett állásunkat. A Thief egy FPS játék, ezt a fontos információt még meg kell osztanom beletek. A grafika fantasztikusnak számított a játék megjelenésekor, és be kell vallanom, hogy nekem tetszik még most is. Ódon utcák, koszos sikátorok, és a részletesen kidolgozott remek belső terekre számíthatunk, ha belvágunk ebbe a remek kalandba. A küldetésénk sikerrevételéhez szükségünk lesz különböző kifinomult eszközökre, mivel főszereplőnk szemtől szembe esélytelen az ellenséggel. A játékidőnk nagy részében sötét helyeken fogunk bujkálni, és a megfelelő ütemben tudunk előre haladni. A folyosók fákjákkal vannak megvilágítva, ahol állig felfegyverzett őrök járőröznek. A játékban a hangok is nagyon fontos szerepet kaptak, az őrök minden kis neszre félfigyelnek, és elkezdik kutatni a forrását a hangzavarnak. A mesterséges intelligencia fantasztikus a játékban. A fejlesztők kimagaslóan remek munkát végeztek ezen a téren is. A történetünk főhőse Garrett. Az utcán nőtt fel, itt tanulta el a lopás csinyát binyát Erre a remek képességre figyelt fel egy szekta is. Az egyik szerzetesük úgy gondolja, hogy Garrett a kiválasztott és a sorsa előre meg van írva. Garrett csak és kizárólag a leggazdagabbaktól lop. A tippeket egy Kati nevű barátjától kapja. A történetről nem akarok többet mesélni. Minden küldetés viszi előrébb az egyre érdekesebb és misztikusabb történetet. A tív sorozat első részét jó szívvel ajánlom azoknak, akik szeretik az FPS játékok lopakodós részeit. Nyilván érezni a játékon, hogy 24 éves, de ha ezen túl tudjuk magunkat tenni, remek élményt nyújt a program. az egyik legérdekesebb kalandjátékok közé sorolom a Sanitáriumot. A játék annyira egyedi, hogy a klasszikus kalandjátékokon jóval túlmutat. Története pedig a legjobb Stephen King regényekre emlékeztet. Remélem ezzel a kijelentésemmel kedvet kaptok ehhez a különleges és igencsak elborult horror történethez. A grafika nagyon szép. Ezekben az időkben költöztek át a kalandjátékok a harmadik dimenzióba, viszont a Sanitárium megmaradt a rajzfilmszerű látványvilágnál. A program hemzseg a horror elemektől, nem a minden sarkon előugró szörnyek miatt, hanem a hangulata teszi azzá. Kicsit hasonlít a démonok közöttre, ott is érezni lehet a folyamatos feszültséget a játékidő alatt, ahogy ebben a kalandjátékban is. A történet kezdetekor nem emlékszünk arra, hogy kik vagyunk. Nem tudjuk hol vagyunk, még az arcunkat is kötés fedi. A játék cselekménye lényegében egy űrült elmelázálmáról szól, és arról, hogy ezek az emléktöredékek és képzelgések miként állnak össze egyetlen nyomasztó egészé. A játék története teljesen szürreális és abszurd fordulatokkal teli főhősünk hol saját, hol a régi halott hugának, hol egy a hős, hol pedig gyerekkorának kedvenc négykorú képregény hősének bőrébe bújva küzd meg a képzeletével. Szép lassan fényderül egy sötét és halálos titokra is, ami végül őrületbe taszította főhősünket. Aki szereti a horror kalandokat, abból is az elborultabb történeteket semmiképp ne habozzon tegyen bele egy próbát. Akik szerették a Karmageddon vagy a Distraction Derby szériát, azoknak kellemes órákat szerezhetett a Midtown Madness széria. Ha lehet ilyet mondani, a Midtown Madness amolyan arra mész és azt csinálsz, amit akarsz Chicago utcáin. Az Angel Studios lemodellezte Chicago belvárosának 100 kilométernyi utcatáját, tereket, parkokat, mindent, ami egy városban előfordulhat. A játék játéktér nagyságára nem lehet panasz, az egyszer biztos. Térjük rá az autókra. A Mitam ben nem csak egy megszokott, egzotikus autókból álló listát kapunk. Mivel rengeteg különböző versenyen rendelkezésünkre nem árt válogatni az autók közül. Például itt van a klasszikus Ford Pickup. Nehézkes sárgány, nem biztos, hogy ezzel akarunk hidat ugratni. Viszont ha hosszabb, zúzós versenyre megyünk, masszivitása igen hálás tulajdonság. Itt van még a Volkswagen Beetle, ami kicsi termete ellenére gyors, és remekül lehet vele manőverezni Chicago utcáin. Választhatunk még Ford Mustangot, Eldorádót, kamiont, vagy épp a Poén kedvéért egy városi buszt is. Akik azokat az autós játékokat kedvelik, amik nem veszik komolyan magukat, azoknak remek választása mit támadnesz, remek kikapcsolódás zuzni Chicago utcáin. A live-okban sokan mondtátok, hogy szeretitek a horror játékokat. Gondoltam, mutatok nektek egy Tomb Raider nézetű akcióhorror játékot, a ment. A játék eredetileg képregény formában látott napvilágot. A füzetek első hat részét dolgozza fel a játék. Egy ember van, aki képes utazni az élők és a halott emberek világa között. A Shadowman. Ha eljön az éj, a Shadowman vudú harcossá válik. A történet kezdetén hasfelmetsző Jackkel találkozunk, aki az emberi lélek kézzelfogható megtestesülését keresi. Ennek meglelésével szeretné biztosítani saját halhatatlanságát. Váratlanul megjelenik nála valaki, aki elmondja neki, hogy amit keres, az bizony létezik, de csak a sötét lelkekben. Az idegen megkéri Jacket, hogy csatlakozzon hozzá, és segítsen neki felépíteni egy menedék helyet a túlvilágon. Ugrunk az időben a jelenbe, a vudu papnő egy különös álmot lát, az apokalipszist öt sorozatgyilkos hozza el. Shadowman feladata lesz a túlvilágon összegyűjteni a sötét lelkeket, és megakadályozni az apokalipszis eljövetelét. Mint említettem, a játéknyomókban hasonlít a Tomb Raider játékokra a játékban rengeteget fogunk kutatni, óriási helyszíneket fogunk bejárni, méghozzá nem is egyszer. A pályák nem egymás után következnek. A felszedhető vudu tárgyak és tetoválások segítségével nyílnak meg újabb pálya részek. A fegyver arzenálunk is egyedire sikeredett. Megtalálhatóak a játékban a saját világunk fegyvere is, de sokkal élvezetesebbek a vudu fegyverek. A játék szerintem picit csúnyán öregedett, de se baj, hiszen pár éve kapott egy remastered kiadást, ami talán egy picit jobbá teszi a mai modern környezetben ezt a fantasztikus játékot. A Westwood Studios nem csak a stratégiai játékokról volt híres a 90-es években. Az egyik kedvenc játékom tőlük az 1982-es szárnyas fejvadász világához köthető kalandjátékuk volt. Ha lenne olyan, aki nem látta a Ridley Scott klasszikus skifi alkotását, az előbb nézze meg a filmet, és utána mindenképpen tegyen egy próbát ezzel a kalandjátékkal. A Westwoodnak mélyen a zsebébe kellett nyúlni a licensz miatt, csak az 50 millió dollárba került. A fejlesztési költsége a játéknak ehhez képest cseki 10 millió dollárjába került. A játékban nem a film eseményeit fogjuk végigjátszani. A Westwood a fejébe vette, hogy megalkot egy teljesen nem lineáris, minden újrajátszásnál új cselekményt generáló programot. A helyszínek nagy részben megmaradnak, ám a szereplők új személyiséget kaptak. Minden újrakezdésnél egy új történetbe csöppenünk bele. A játék gigantikus 4 CD-n terült el, amire szükség is volt, hiszen a grafika fantasztikus. Egy interaktív filmet érhetünk át, melyben a film eredeti dallama is felcsendülnek, amit nem más szerzett, mint az Isteni Evangelis. Fantasztikus a játék atmoszférája, teljesen visszaadja a film remek hangulatát. Aki szereti a Detroit Become Human világát, az mindenképpen tegyen egy próbát a Blade is. Sokkal zordabb jövőképet fest le a program, mint a Detroit esetében. Viszont a hangulata az, ami berántja a játékos az első perctől. Gugon elérhető a játék, de semmiképpen se a félrement remastered verziót vegyétek meg. Abból tavaly nagy balhé kerekedett. Maradjunk az eredetinél. Gyerekkorom szuperhősei voltak Asterix és Obelix. Szerintem a képregény szeretetem is tőlük ered, mivel a két Gal történeteit először képregényes formában láttam. A videók rongyosra nézet nézett Asterix 12 próbája után 1997 karácsonyára megkaptam a Super Nintendo-ra a két Gal hős platformjátékát. az Asterix és Obelixet. A történet szerint Julius Cézár nem tud mit kezdeni a kis Gal faluval nem hódolnak be a bátor gallok, hiszen ők semmitől nem félnek, kivéve attól, ha rájuk szakadna az ég. Cézár nem tud mit tenni, egy hatalmas falat húz a falu köré, hogy ne tudjanak sehova menni. Főhőseink ezen felbuzdulva pedig nekiállnak, hogy bejárják a római birodalmat, és hozzanak némi szuvenírt Cézárnak. A játék egy sima platformer, ugrálunk, gyűjtögetünk, és a fejezetek végén kis kártyákat kapunk, melyek a pályarészek kódjaiul szolgálnak. A grafika remekül megidézi a képregények és a mesék hangulatát. 24 pályán üthetjük szét a római katonákat. A faluban kezdünk, ellátogatunk Londonba, Egyiptomba, rögbi versenyben vehetünk részt, megnyerjük az olimpiát, és a végső megméretetés egy bikaviadal lesz. Köszönöm, hogy időt szentel a videómra. Ha tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, nyomd meg a harangombot, és írj egy kommentet, hogy szerinted milyen rejted gyöngyszemekről kéne még beszélnünk. Sziasztok!